Fejlődik regőj, jelenleg is zajlik a szennyvízhálózat próba üzemelése. Ez a regőj szakály száraz szennyvíz agglomerációban történik. Ez a projekt ez 7 milliárdos támogatásból valósult meg egy KEU projekt keretében. Regőjben konkrétan 16 kilométert meghaladó csatornahálózat épült ki. 532 háztartás került bekötésre a, a szennyvízhálózatba. Én úgy gondolom, hogy ez egy nagyon komoly lépés a település életében. A polgármester hozzátette a lakosságnak önerőt nem kellett biztosítani, és ezzel 532 háztartás sikerült bekötéssel ellátni. További fejlesztések várhatóak a közeljövőben, így kamerarendszer képítésére is sor kerül a faluban. Ez hét kamera fog a faluban megvalósulni, a falu két végén, a két főútvonalak a végén ott rendszámfelismerő Rendszer is lesz a, a rendszerem. Ami e, indokoltá -e ezt, már régóta szerettük volna, az, hogy térfigyelőkamera kamera legyen regőben. A rendőrségnek sokkal vagy több alkalommal segítséget kell nyújtanunk abban, hogy e, a kisebb bűncselekményeknél az elkövetőket e, be tudják azonosítani. Ezt már több pályázatban megpróbáltuk, több e, forrásból próbáltunk rá. E, szerezni támogatást. A térfigyelők a polgárőrséggel kiegészülve tovább növelik a település közbiztonságát, így remélik, hogy az eddig is elenyésző bűncselekmények száma még inkább visszaszorul.